A borvirág elnevezésű virágkötészeti verseny különlegességét egyrészt a témakörök, a szüret, a bor és az őszi termés, másrészt pedig az elkészült versenymunkák kiállításának helyszíne, a villányi Teleki Szakképzőiskola tanpincéje adta. A versenyre a házigazdákon kívül 7 agrárszakképző intézményből érkeztek 3 fős csapatok. Az eredményhirdetést pénteken tartották. 3 kategória volt. Az egyik kategóriában asztaldíszt kellett készíteni, a másikban boros palackot kellett díszíteni, a harmadikban pedig egy térkompozíciót kellett összehoznunk, és igazából jó eredményeket értünk el. A legtöbb egyéni helyezést a budapesti tanulók érték el, akik az összetett csapatversenyt is megnyerték. Nehéz volt a verseny, de nagyon jó csapatom volt, nagyon jó csapat állt mögöttem, és nem gondoltuk volna, hogy ennyi serleggel megyünk haza, de hát iszonyatos a felkészítő tanárunk is nagyon-nagyon sokat segített, úgyhogy hihetetlen. A díjakat mások mellett Bogdán Boglárka agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár adta át, aki megköszönte a Villányi Iskolának, hogy színes és tartalmas szakmai programot nyújtott a tanulóknak. Nagyon tetszett és gyönyörűen megjelentették az őszt számunkra, és azt gondolom, hogy ebbe az időszakban tényleg a virágok egyben gyógyító szerepet is betöltenek, és mindenki számára a reményt sugallják. Úgyhogy nagyon nagy jelentősége van minden ilyen virágkötő versenynek, hiszen a jövő szakemberei mutathatják itt meg tehetségüket. A helyi agrárszakképzőiskola élete hosszú évek óta szorosan összefonódik Villány életével, ezért fontosnak tartotta az intézmény vezetése egy olyan program létrehozását, mely szervesen kapcsolódhat a Villányi Vörösbornapok rendezvénysorozathoz. A törvényi változások miatt ugye kertésztechnikusok tanulhatják ezután a virágkötészetet, de az iskola fennállása óta folyamatosan képzünk kertészeket, illetve dísznövénytermesztőket, virágkötőket, úgyhogy próbáljuk ugye a diákokat e felé orientálni, és 2 évente rendezzük meg ezt a versenyt, és hát nagyon nagy öröm volt, hogy ennyien elfogadták, és bízunk benne, hogy ezután is így fog történni, hiszen itt az iskolának a profilja a kertészet és a borászat, és így tudtuk a fesztivál alatt összehozni a bort és a virágot. A díjátadóról senki sem ment el üres kézzel. Mind a 27 tanuló és felkészítő tanáraik is ajándékot kaptak, valamint villányi vállalkozók is jutalmaztak egy-egy versenyzőt.